Szeretettel köszöntöm itt most a templomban Mátyás Imre plébános atyát és Ribányi Józsefet, a plébánia tanácsosok testületének elnökét, a Keresztény Értelmiségek Szövetségének Tamási csoportjának elnökét, aki mindemellett okleveles építészmérnök. Annak a apropóján kezdeményeztem én a beszélgetést, mint a plébánia kommunikációért felelős kijelölt személye, hogy nagyon sok kérdés futott be a plébániához és hozzám is a legutóbbi hét nagyon jó hírével, hogy három nagyon fontos objektumot a katolikus közösségünk valószínű, hogy forrás támogatással fel fog tudni újítani és meg tud újítani. És ezzel kapcsolatosan én összegyűjtöttem azokat a kérdéseket, amelyek sokakat érdekelnek, és ezt én szeretném nektek föltenni, és hát kérném, hogy egy beszélgetés formájában mondjatok ezekről gondolatokat, amit fontosnak éreztek, hogy a közösségünk és a térségben élők megtudjanak és magukévá tegyék a gondolatokat. Az utóbbi napok hírei ugye egyértelműen egy pozitív lépés jelentett a mi életünkben, és itt pontosan miről is van szó, és ezt én a Ribányi Jóskától kérdezném, egyrészt mint világi alelnöktől, és mint egy építészmérnöktől is. Hát a közelmúltban ugye megalakult a testületünk. Igen. Ebben a testületiben mi megalakulásunkkor, ez szeptember-augusztusban volt az első ülésünk, akkor kifeszítettünk olyan irányokat, ami mentén ebben az öt évben el tudjuk képzelni a közösségünknek mind a lelki, és mind pedig fizikális megújulását. Mint minden jó gazda, először is számba vettük azokat az építményeket, ingatlanokat, amik itt vannak, sőt, atya még olyan tekintetben is mélységére nyúlt a dolgoknak, hogy minden egyes embert is úgy válogatta össze a testületünket, hogy kinek milyen feladata, milyen funkciója lesz. És itt van olyan ember is, akinek az a feladata, hogy az egyház kezében lévő ingatlanoknak a listázása, igen, összeszedése. Szóval ettől kezdve egészen az oktatásig mindenkinek, médián keresztül, ugye Péter, mindenkinek van feladata. Az én feladatom az épületekről szól. És ezeket az épületeket mi igazából bejártuk, és ezt a kis háromszöget állapítottuk meg, hogy itt a város közepén hihetetlen mód eljárt felette az idő, és nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ezeket az épületeket megújítsuk. Három épület, ugye az egyik a közösségi ház, a másik a templom, és a harmadik pedig a plébánia épülete. Most ezek az épületekről, ha kicsit beszélhetek, akkor azt tudom mondani, hogy a templom, én Tamásiban születtem 1972. május 15-én, igazából statikai megerősítései voltak az épületnek, a vonóhasakat tették magasabbra, valamint az elmúlt 5-6 évben a tető héjazatát palafedés volt, ha jól emlékszem, régen azt egy cserépfedésre cserélték, viszont az épület mind padozatában, mind pedig használhatóságában nem a 21. század kihívásainak felel meg. Ezeket a felületeket nehéz takarítani, a téli hőmérséklet roppant alacsony, egy régi elektromos fűtésrendszer van a padokban, ami igen keményen megnyomja a villanyszámlát, és mint volt polgármester, tudom azt nagyon jól, hogy a városban működik egy geotermális vezeték. Mi ezt annó polgármesterségem idején úgy építettük ki, hogy ez csak egy gerincvezeték legyen, ezt később lehessen majd fejleszteni. Az önkormányzattal egyeztetve, és ők ez igazából hozzá is járultak, örültek neki, lehetőség nyílik arra a fenntartási időszak végével, 2021-el arra, hogy a két épületet, a közösségi házat, valamint a plébánia épületét egy az egyben megfűtjük, és a bemenő 47 fokos víz, miután leadt ezekben az épületekben a 10 fokot körülbelül, 36 fokkal, a kijövő vizet pedig itt a templom padozata alatt meg tudjuk, el tudjuk keringetni, amivel is utána ez a víz úgyis vissza sajtolásra kerül az eredeti helyére, abban a rétegben, honnan jött. Úgyhogy így mindenképpen egy új padozat alakulnak ki, az új padozat, és most kicsit a templomban vagyok,
templom tekintetében a felújítás mindenképpen a fűtés az, ami a legfontosabb, tehát itt vannak olyan értékek, ugye, amiket mindenképpen célszerű lenne felújítani. Falfestésre gondolok, oltára gondolok, megújulna, és nem akarok belemenni, mert végtelenségig tudnák róla beszélni, mert annyira örülök ennek az egész beruházásnak. És a közösségi ház pedig, hát az pedig magáért beszél, mindenképpen fel kell újítani. A plébánia épülete pedig a 80-as években készült, ami szintén felújításra szorul. Igen. Hát én annyit mondanék, szeretettel köszöntve a kedves nézőket, hogy a legfontosabb épülete valahol minden településen és valahol minden ember életében a templom. Ezt jól kell érteni, ez azt jelenti, hogy valahol az Istennel való kapcsolatunknak és az egész települési közösségnek egy nagyon fontos része, legfontosabb, tudomásom szerint a templom. Tehát ezzel érdemes elgondolkodni, és ezért a mi templomunknak a felújítása, tehát korszerűsítése és egyúttal élhetőbbé tétele, egyúttal az egész közösséget szolgálja, az egész település szolgálja. Azt gondolom, hogy amit elmondtál, az teljesen érthető és világos. Nagyon sok minden lesz még ebben benn, úgyhogy kérjük a kedves nézőket és mindenki, aki követ majd bennünket, majd a beruházás során is, akkor ne ijedjen meg, és látni fogja az építkezésnek különféle jeleit. Akadálypálya lesz itten, úgyhogy nagyon vigyázzunk, óvatosak legyünk, de hát ezt majd folyamatosan majd fogjuk hirdetni is. Lényegileg azt tenném, tehát Jóska gondolatához hozzá, hogy amit csak tudunk, mindent megpróbálunk itt a templomban, kívül és belül az udvarral együtt helyrehozni, rendbe tenni. Ez vonatkozik a közösségi épületünkre is, és természetesen a plébáni épületre is. Mi, nagyon fontos téma ugye a műszaki állag megoldás egy épületnél, de egy épület akkor él, amikor egy közösség használja. Ebből a szempontból kérdezlek téged, Imre atya, hogy miért fontosak ezek a fejlesztések a közösségünk szempontjából? Hogyha igaz az a gondolat, amit az imént említettem, hogy egy településnek és egy ember életének a legfontosabb helye a templom, és nyilván emellett van sok fontos hely, mint például, nem tudom, művelődési ház, iskola, kórház, nem tudom, sportpálya és a szabadidőnek egyéb területei. De hogyha igaz az, hogy a leges-leges legfontosabb hely mégiscsak a templom, mert ott nyerjük el a leges-legfontosabb gondolatot az ember életünk számára, hogy van-e értelme annak, hogy létezünk? Van-e célja annak, hogy én ide kerültem például, vagy ide születtem, te mondjuk Jóska. És ezt valahol ebben a csodálatos térben, a templomban és a vallásos életünknek a gyakorlásán keresztül sejtjük meg, tapasztaljuk meg. Tehát Isten megszólíthatóvá tesszük magunkat Isten által, hogy tessék, itt vagyunk és lehet hozzánk szólni. Tehát az elsődleges célja az ezeknek az épületeknek a karbantartása és felújítása korszerűsítésének, hogy minden korosztály és minden nemzedék eljusson élete értelméhez és élete céljához. Nagyon nagy problémával állunk szembe, gondolom, Jóska, és valamennyien ezzel egyetértünk, hogy nagyon sok fiatal is, de nem fiatal is a mi korosztály, a mi korunkban nagyon sokan, nem látják az életük értelmét, és nem látják az életük célját. És ha ez a kettő nem áll össze egy ember életében, akkor nagyon nehézé válik a mindennapi élet. És akkor nem beszéltünk meg egyéb dolgokról, a mindennapi élettel együtt járó egyéb dolgokról. Tehát az alap az, még egyszer legyen mindenki számára világos, hogy az életünk értelmét keressük, azzal, hogy megszülettünk, ez még nem világos, az életünk célját keressük, azzal, hogy én itt élek, az még nem világos, hogy mi az én életem célja. Nekem segítségre van szükségem, valamennyiünknek segítségre van szükségünk, és ezt a segítséget mi föntről kapjuk meg a Jóistentől, és a templom és a hozzátartozó épületek, közösségi ház, még egyszer mondom, plébáni épület, ezért olyan fontos. Egyébként nem, nyugodtan kimondhatom őszintén, nem fontos. El is hagyhatnák. Ha minden ember születésénél fogva automatikusan tudná, hogy miért született erre a világra, mi az ő életének az értelme és mi az ő életének a célja, nincs szükség Istenre, akkor én azt mondom, hogy akkor
hagyhatjuk az egészet, már bocsánat a templomunkat is, a közösségi házokat, bocsánat a paplakot is. Bocsánat, ennyi. Alelnök úr, te építész vagy, mérnök ember, ezért mint szakmabelitől kérdezem, hogy miért tartott fontosnak a fejlesztéseket az épületek tekintetében, és egyáltalán miért fontosak ezek a kérdések? Hát, hogyha Préváros úrhoz csatlakozhatok, akkor építészként én azt tudom mondani, egy épület olyan, mint az embernek a teste. Ha ebben a testben nincs lélek, azaz nem lakják, és nincsen funkciója, akkor ez elporlad. Szóval ezeket az épületeket nekünk újra birtokba kell vennünk, hogy ezek az épületek újra megteljenek élettel és lélekkel. Ez mindenképpen olyan komfortot kell, hogy adjunk ezeknek az épületeknek, ami mentén egyre több ember érzi jól magát, hogy nincsen két fok a templomban. Hogy olyan funkciókat kap a közösségi ház, ahol a különböző tamási közösségek meg tudnak telepedni, ahol lakodalmakat tudunk rögtön a templom mellett rendezni, ahol bálokat tudnak a közösségeink, ahol a hitoktatók tanulni tudnak, esetleg az iskolába érkező oktatók pici garzon lakásban a tetőtérben helyet tudnak kapni. Szóval a Mária út itt megy el Tamási mellett, óriási lehetőségek vannak, amiket mindent ki kellene, és ki is fogunk szerintem így aknázni. És hogy ezekre a beruházásokra igazából azért van szükség, az előbbiek miatt is, és épület szerkezeti okokból is szükség van rá, hiszen ha látjuk, akkor az épület tisztántartása ezzel a padozattal igen-igen nehéz. A festés szerintem szintén felújításra szorul. Ugye restaurálták a falakat ezelőtt pár éve, és találtak falfestményeket. Most a dilemma az, hogy ezt milyen szinten kellene, az 1700-as évek vége, 1800-as évek elején történtek ezek a falfestések, akit Brückner Szavér itt a környéken ő festette a templomokat. Kérdés az, hogy érdemes-e felújítást végezni, óriási pénzbe kerül, de lehet, hogy érdemes lenne bizonyos részt azért bemutatni, hiszen az ember szeretne meghajolni az elődöknek a munkája előtt, és szeretné ezt bemutatni. Nagyon fontos lenne megújítanunk, és szintén a közösség miatt az orgonánkat. Hiszen az orgona az egy olyan, hogy is mondjam, olyan légkört biztosít, így van, ami szintén összehozza a közösséget. Aztán kívülről van egy gyönyörű szép templomkertünk. Ez a templomkert nem igazán integrálódik a városba. Ezért azt gondoljuk, hogy új funkciókat szeretnénk a templomkertbe biztosítani. Egy olyan picike kis kültéri színpadot, amiről gyönyörű panorámát lehet látni. Ami gyönyörű panorámát ad tulajdonképpen a város déli dimbesdombos területére, ahol szintén a Szent Cecília zenekarunk fel tud lépni, ahol a diákok az iskolából felléphetnek, szavalhatnak, ahol a szülők hallgathatják őket, ahol kisgyerekek játszanak az udvarban. Szóval én már látom ezt a mozgó, nyüzsgő közösséget, aki birtokba veszi ezt a templomkertet. Mondhatjuk azt, hogy épp testben, épp lélek. Én azt gondolom, tehát, hogy tökéletes. Ez valóban így van. Összjátéka, hogy... És az, hogy hát azt gondolom mindenki tudja, hogy hát természetesen most egyébként nagy test, kultusz és kultúra van körülöttünk. Ha annyira fontos a testi mi voltunk, akkor legalább annyira fontos kellene legyen, gondolom ezzel egyetértünk, a lelki kultúránk, a lelkünknek az ápolása, karbantartása. Hát így vagyunk talán egy épülettel is, hogy ezért fontos, hogy épp testben, épp lélek. Én aktívan részt vettem a templomkert előzetes tervezésében, ami tegnap ugye a testületi ülésen bemutatásra is került. Én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas és értékes terv összeállítás történt. Én nekem egy szívügyem, itt kiegészítve alelnök urat a színpad, hogy nekünk fontos, túl azon, hogy a templom, a lelki élet, ehhez kapcsolódóan egyfajta szellemi minőséget is kellene mutatnunk, és én azt hiszem, hogy ezen a színpadon csodálatos koncerteket lehetne nyárestéken megindítani, amire most tulajdonképpen lehetőség viszonylag szűkösen áll a közösségünkben rendelkezésre, úgyhogy én ezért külön figyelemmel fogom kísérni a templomkertnek az alakulását. A közösségünkben
nagyon sok jól képzett mérnök, kiváló közgazdász, kiváló műszaki vállalkozók vannak, akik aktívan gondolkodnak és próbálnak tenni a közösségünkért. Én, Imre atya, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy tudható, hogy a magyar kormány a vallási közösségeket nagyon komolyan és nagyon nagy erővel támogatja, reményeink szerint minket is. Hogy látod ennek az ütemezését a magyar kormány, mint támogató, és a pécsi egyházmegye, mint pályázó, beruházó, hogyan történik majd itt a szerződés kötés, illetve a különböző lépésekről körülbelül mit lehet tudni, mit tudhatnak a hívek? Hát a jó hírt ugye a Jóska velünk már megosztotta, mi szerint van egy szándék, az állami támogatás szándéka. Én aztán beszéltem püspökatyával, tehát tudják jól a kedves templomba járók, de a nem templomba járók is tudhatják, hogy jelenleg ugye a veszprémi érsekatya, Udvardi György, jelenleg apostoli kormányzóként továbbra is a mi területünknek a felelőse, tehát olyan értelemben, hogy továbbra is ő irányítja a mi életünket, lelkipásztori életünket is. Vele beszélve, tehát azt tudom megosztani a kedves nézőkkel, mindenkivel, hogy ő teljesen mellettünk áll, mondta nekem azt, hogy az egész műszaki stáb, ami az egyházmegyében rendelkezésünkre áll, ugyancsak rendelkezésünkre áll a pénzügyi kérdéseknek a bonyolításában az egyházmegye gazdasági hivatala. Tehát gyakorlatilag az egyházmegye készen áll arra teljes apparátussal, és ez szükséges is, mi ezt tudjuk, hogy amikor ténylegesen megköttetik majd a szerződés a magyar állam és értelemszerűen a pécsi egyházmegye közt, vagy netalántán a tamási római katolikus plébánia közt, ez még egy kérdés, de annak az egész ügymenetének a lebonyolításában nagyon nagy segítséget fogunk kapni az egyházmegyétől műszaki, tehát technikai, építészeti szempontból és pénzügyi lebonyolítás oldalára is nézve. Ez nagyon fontos, kedves nézőknek még azt is elmondhatjuk, hogy ez nem egy kis beruházás, ez egy bonyolult, műszakilag nem akarunk belemenni, mert Jóska órákig tudna gondolom róla beszélni, hogy mi miután, hogy következnek, és mi centiméterre szinte lebontva, de ez egy nagyon összetett, nagyon sokrétű feladat lesz, és mind a három épületről szól. Türelem kell hozzá. Hú, köszönöm, ez nagyon jó. Hogy is mondtad? Türelem is. Türelem. És akkor itt tegyük rögtön hozzá, hogy hirdessünk már jó hírt is, Pál apostol, amikor a szeretet himnuszában, 1. Korintusi levél 15. fejezetében, 13. fejezetében, bocsánat, ír a szeretet himnuszról, akkor a szeretetnek mi az első tulajdonsága? A türelem. Úgyhogy csak nagyon sok türelemre lesz szükségünk, így van, ezt teljesen egyetértek. Mind a ketten találkoztatok és tárgyaltatok Soltész Miklós szakállamtitkár úrral és Süli János tárcanélkül miniszter úrral, aki a térség országgyűlési képviselője. Amikor erről a tárgyalásról és az örömteli bejelentésekről érsekatyát tájékoztattad szóban, akkor mi volt a reakciója, mit mondott neked? Hát megmondom őszintén, az volt, hogy figyelmesen hallgatott. Tényleg őszintén. És amikor mindet nagyjából összefoglalva el tudtam neki mondani pár percbe, akkor én utána hát azt mondtam neki, hogy hát a egyház megyénk mellettünk, áll püspök atya, vagy hát érsek atya, akkor támogatsz és mellettünk, vagyis ebben is elmondtam neki, hogy miben kérem a segítségét, műszaki támogatás, pénzügyi lebonyolításnak a támogatása, jogi támogatás, mert lesz majd jogászi feladat is. Azt mondta rögtön erre, hogy igen, természetesen. És nekem ennyi elég volt. De azt is mondtam, talán a kedves templomba járók tudják, amikor hirdettem első alkalommal a jó hírt, hát azt is mondtam, hogy hát nyilván nyugtával dicsérjük a napot, ugye mi ezt tudjuk. De természetesen nagyon örülünk az első lépéseknek, és az első lépésben az is benne van, nem csak az állam részéről mondott igen, hanem benne van a püspökatya részéről kimondott igen is. Jóskától kérdezem, hogy annak idején, amikor például a katolikus közösségi ház épült, akkor a tamásiak közadakozásából és adományaiból épült, az ő
elhatározásokból és szándékokból, hasonlóan egyébként, mint a felújított Szent Háromság szobor is. És kérdezem, hogy most 2020-ban, 21-ben, amikor ez a projekt nagy erőkkel meg fog indulni, akkor erre van lehetősége most is a lakosságnak a adományokkal, illetve a javító, segítő, támogató szándékukkal? Nekem az a véleményem, hogy szükséges, alapvető. Egy közösség akkor lesz igazából közösség, hogyha magáénak érzi. Az egy dolog, hogy a magyar állam véleményem szerint beszáll ebbe és segít. Szükséges. De már most vannak olyan vállalkozók, akikkel beszéltünk, akik mind a templomkertnek a felújításában, vagy esetleg bizonyos önálló résznek a saját maguk által kiválasztott megvalósításában, ez legyen mondjuk az oltárnak a felújítása, vagy csak a geotermiával való ellátása az egyes épületeknek, vagy a padlózat cseréje. Erre egyébként volt példa, mert hogyha a templomnak megnézzük az ablakait, ugye jól tudom, akkor ez annó ugyanilyen felajánlásból készült. Én fent szoktam ülni a karzaton, és ott a karzatnak, ott az épületnek a délnyugati ablakában ki van írva, hogy Szent Cecília ezt az ablak sort a tamási szőlőhegyi hívek adományából készült. Szóval az a tervünk, hogy szeretnénk bevonni a tamásiakat ebbe, hogy ők is érezzék a sajátjuknak ezeket az építményeket, hogy meg tudjuk tölteni ezt élettel, és én azt látom, hogy már mielőtt tulajdonképpen megjelent volna ez az állami támogatás, már akkor voltak jelentkezők, akik azt mondták, hogy igen, ők is úgy látják, hogy ezeket az épületeket, ezeket fel kellene újítani, segítséget ajánlottak föl, hogy a közösséget azt tudjuk támogatni, és közösséget tudjunk építeni tulajdonképpen ezeknek az ingatlanoknak a segítségével. Mert lehet sok mindent építeni, építhetünk utakat, hidakat, járdákat. Ha nincs benne lélek és nincs benne szeretet, akkor ez az egész csak pénz. És mi nem pénzt szeretnénk, mi élményt szeretnénk adni, és közösséget, ahol az emberek egymásra hatnak és egymásra találkoznak, és ilyen tereket kialakítani. Úgyhogy igen, van erre lehetőség, és ez a lehetőség, ez még egyszer mondom, összekovácsolja az embereket. Lehet egy forint, lehet két forint, és lehet kiválasztani bizonyos etapokat. De azt is elmondhatom, hogy jövőben is lesznek esetleg olyan projektjeink, amiben ugyanígy meg tudunk nyilvánulni. Ezt megerősíteném én is, hogy nem úgy kell elképzelni a kedves nézőknek, hogy az egész finanszírozása az övéké. Tehát ez ki van zárva. Ez nem is lehetne. Tehát ezt most előre ugye leszögezhetjük. Viszont egy-egy dolog, most példának okáért most egy példa jutott eszembe, amikor a villanyszerelés, most a villanyszerelésre gondolok, hogy eljutunk oda, hogy mit tudom én, odáig jutunk, hogy már megvan az alapszerelés, és akkor eljutunk oda, hogy majd rá kell kötni különféle lámpatesteket, és többek közt az örök mécses itt a szentélyünkben érdemes lenne valami újat, és valami nagyon szépet ideillő, tehát itt nem arról van szó, akkor azt mondjuk a kedves testvéreknek, vagy azt mondjuk itt a templomba járóinknak, vagy nem tudom hogyan, ezt majd még ki kell találni, hogy aki ezt szeretné megfinanszírozni, ami nem tudom, most nem tudom, nem valamennyi adom, valamennyibe kerül, akkor legyen szíves, jelentkezzen, nem így, hogy most persejezünk, hanem te eljössz hozzá. Én fölírom a nevedet, a neved ott fog rajta, gravírozzuk, rá fogjuk gravírozni az oldalára. Ugye értjük, hogy mit akarok, mert ezek ugyanúgy, nem esvém. Ahogy annál az ablaknál is van tulajdonképpen. Ugyanerre a mintára. Hívek. De elképzelésünk volt ugye az is, hogy esetleg a templomkertnek a fala is megújul itt ezen az északi-észak-keleti részen. Egy előfalazásos köppenyfallal, hogy esetleg ebbe teszünk be egy olyan emléktáblát, ahol az adományozóknak a nevét felsoroljuk, hiszen ez egy történelmi állapot most, ahol most vagyunk, mert ritka egy templom életében, hogy ilyen mérvű felújításon essen keresztül, és nem csak a templom maga, hanem a hozzátartozó szatellit egységek is, ugye gondolok a közösségi házra és a plébániára.
mindenképpen fontosnak tartom én, és gondolom te is, Atya, hogy ezeket ezeket a dolgokat, ahol az ember büszkén kiúszhatja magát. Mi ugyanúgy építettük ezt a teret tulajdonképpen a művelődési ház előtt, közmunkásokkal annó 2014-ben. Nagyon jó volt látni az embereket, az, hogy ők ott végig dolgozták ezt az egészet, és ott voltam velük, irányítottam őket, és teljesen más lelkülettel dolgoztak, mint hogyha csak úgy. Vagy hát gondoljunk ugye egy nem közelmúltbeli eseményre, amikor a sekrestyény felújításáról volt szó, emlékszel talán rá, vagy emlékeznek, talán kedves nézők is, nyilván nem dokumentáltuk minden napra precízen, de amikor elő lett kézzel a padlózatnak a felújítása. Igen. Gondoljunk ott is hányan segítettek. De akkor menjünk még tovább, csak példának okáért mondjuk, nyilván, amikor a vizes blokkot elkészítettük, annak a kiásásában ismételten többen segítettek. Köszönet mindenkinek. Mindenkinek. Többször kihangsúlyoztátok, hogy a szeretet az türelmes. De az utolsó kérdésként, ezt nem tudom megkerülni, mert ezt annyian kérdezik tőlem, hogy ezt tegyem fel ezt a kérdést, hogy ugye egy nagyon nagy munkafolyamatnak még a iniciális nulladik státuszában vagyunk. Nyilván itt elindul egy különböző előtervek készítése, költségvetések készítése, szakhatósági, hatósági eljárásoknak a megindítása, ezeknek a lefutása, utána jön aztán a vállalkozásoknak a pályáztatása, és a többi, és a többi. De mégis meg kell, hogy tőletek kérdezzem most, hogy körülbelül hogy látjátok, mikor veheti birtokba az egyház közösségünk különböző szakaszokban nyilvánvalóan a három épületet. Már birtokba vettük, az már biztosan mondhatom, de az felújítás utáni azt tudnunk kell, hogy hát úgy, ahogy elmondtad, nagyon sok minden még más is lehet benne a pakliban. Én néhány évet tudok elképzelni. Most nem tudok így most évet, hogy 23-ba, 24-be, 25-be, most azt gondolom nem várhatják tőlünk, nem? Nem, hát ez most így... Az biztos, hogy van egy 5 éves ciklusunk, ugye? Ez a biztos. Ebben az 5 éves ciklusban... Szeretnénk, tehát én azt gondolom, hogy megvalósul ezen 5 éves időszak alatt, de azt is mondhatjuk, hogy ahogy előre haladunk az előkészítések, ahogy említetted, akkor egyre világosabbá válik majd a szerződéskötéseknél, hogy a különféle munkafázisoknak az elkészítével már egyszer már meg is mondhatjuk, hogy kérem ekkor már. Én azt javaslom, Atya, hogy esetleg mindig tudnánk erről tájékoztatni a nézőket. Én nagyon jó néven venném, mint kommunikációhoz felelős ember. Hogy is állunk ezekkel a beruházásokkal, és esetleg még arról, hogy mit szeretnénk igen, megcsinálni. Igen. Az is egy fontos. Hát a folyamatában, igen. Hogyha lehet. Egyébként ezeken kívül van még ötletetek, javaslatotok, amit meg szeretnénk csinálni, vagy érdemes rá odafigyelni, fölhívni a figyelmet? Hát most Atya, tele van ötlete, úgyhogy... Én is, de... Hát amit már elkezdtünk előkészítés, már nagyon szépen haladtunk előre, de tudni lévő, hogy hát én 3 éves vagyok, legalábbis Tamásiban, igen. Tehát én a 3 éve ezeket mind összeírtam rögtön az elején. És ezt már többször elmondtam, több helyen is elmondtam, ez nem titok. Egy A4-es lapot magam elé tettem, és írtam, hogy mit kell csinálni. És többek közt így összejött kb. 50 dolog. 50. És ebben nyilván a templom közösségjelzése a plébániás benne. De akkor menjünk tovább. Folyamatban van már 2 nagyon fontos elképzelésünk. Hát ugye a harangláb a temetőben, mert szeretnénk, most itt elmondhatjuk, de hát a testületi tagok ezt tudják, mert hiszen már több éve, az elmúlt 3 éve többször is beszéltünk erről. Szeretnénk, ugye Jóska, veled is erről már beszéltem, szeretnénk, hogy a temetésekkor a mi temetőnkben, a mi katolikus temetőnkben, ott szóljon a harang. Ilyen egyszerű az egész. És mi vagy ez megvalósítható? Én azt gondolom, hogy meg fog valósulni. Vagy így, vagy úgy. Ilyen egyszerűen kell lássuk az életet. A másik dolog, a városunk elhelyezkedés, hát igen, arról is lehet. A ramatolozó épület. Ha már a templom.
Illetve ha már a harangrából beszélünk, ugye mindenképpen meg kellene véleményem szerint újítani azt az épületet. Az az épület, az nem mértő. Tényleg, nem így van. Mértő, csak erről nem beszéltünk többet, tehát úgy gondolom, hogy egyelőre az nyugodtan zárójelbe tehetjük, nem azért, mert nem akarjuk, hanem egyszerűen most még erről nincs kiforrott véleményünk és teljes koncepciónk, elgondolásunk. A másik ugye a városunk, az elhelyezkedése. Itt a főutakra gondolok, nagyon szépen keresztezi, szinte egy keresztet rajzol le, ezek az utak ugye ismerős mindenki számára, nem részletezem, és úgy gondoltuk, hogy a településünk, a városunk bejáratánál mindenhol egy útszéli keresztet elhelyeznénk. Mindenhol. Gránit kereszt. Gránitból, bocsánat. Igen, nem akármilyen. Ezt is hát majd esetleg egy képet adomány. Esetleg meg lehet osztani. És ez is ugyanaz az adomány rendszerből. Épp igen, az megvannak az adományozóink, mind a négy keresztre, legalábbis jöttek hozzám, vagy megbeszéltük velük, minden útnál, tehát a Siófoki, a Szekszárdi, a Dombóvár felé, vagy a Pincei felüli utaknál, vagy útnál, bocsánat, ott megvannak azok, akik a keresztnek az árát kifizetik. Utána nekünk a felállítási költséget kell kifizetni, ugye értjük? Haladunk, csak azt azért hadd mondjam el, kedves nézőknek, mert azt gondolom ezzel mindig én nem szeretek dobolni, nem szeretek cintányírozni, nem szeretek fuvulázni, furujázni, meg ugrándozni, nyugtával dicséld a napot. Tehát kérünk mindenkit, hogy akkor, amikor látszólag semmi nem történik, látszólag a plébános sincs itt, látszólag nem látjuk ugye a Jóskát, meg nem látjuk a testület tagjait, sehol nem mozognak, nem történik semmi, hát mit csinálnak? Semmit nem csinálnak ezek? Én mindenkinek azt mondanám, és gondolkozunk el, akkor történik a legtöbb. Amikor nem látszólag nem történik semmi. Bocsánat, én nem akarok rátelepedni erre a gondolatra, de én ezt így látom, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az építkezés az nem látványos, de hogy nem. Na de az előtte az előkészület. Nagyon sokszor így van. Maga a kivitelezés sokkal rövidebb ideig tart, mint ennek az egésznek a megtervezése, hiszen egy tervezési folyamat az nagyon-nagyon mélyrehatónak kell lenni, hiszen egy közös, hogy ne, és meg kell lőni annak az épületnek a méretét, a funkcióját, mire, hogy nehogy fölöslegesen készüljenek olyan dolgok, amiket utána nem lehet fenntartani, ami túl bő lesz, túl lötyögős lesz. És ezért inkább próbálunk mi kevés pénzből sokat alkotni, és arra büszkének lenni, hogy kevés pénzből próbálunk sokat csinálni, és ezért is fontos az, hogy jöjjenek azok az adományozók, akik szeretnének részt venni ebben a közös munkában. Még egyszer, tehát van más tervünk is, nyilván, most itt kettőt említettem, ha nem tévedek, a temetőnknek a haranglábjára gondoljunk, és erre a négy útszéli keresztre gondoljunk. Ezeknek a előkészítése folyamatban van, hogy mikor fog megvalósulni, ezt most ne kérdezzék, mert nem tudom, de hogy meg fog valósulni, én szerintem ez biztos. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a kellemes beszélgetést, a rengeteg sok szépségről. Azért azt a végén, azt a következtetést levontam, hogy én is sokszor fohászkodom azért, hogy uram, ments meg engem az ötlettelenségtől. Úgy látom, hogy ezért ti is fohászkodtok, mert ötlettelenséggel nem lehet benneteket megvádolni. Ez egy fontos dolog. A másik pedig, atya, teljesen így gondolom én is, és ezt csak megerősítem, hogy a teljesítmény számít, tehát a leadott teljesítmény, és ezt majd a későbbiekben is próbáljuk a hívőközösségünk irányába tolmácsolni, hogy amikor egy-egy etapon túl vagyunk, és már a tények önmagukért beszélnek, akkor erről beszámolunk. Egy neveletlenséget elkövettem az elején, hogy én magam benneteket bemutattalak, de magamat nem, Göbölös Péter vagyok, és meg szeretném köszönni Mátyás Imre plébános atyának és Ribányi József alelnök úrnak ezt a kellemes beszélgetést, és úgy zárnám, hogy folytatása következik. Így legyen. Úgy legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen.